Te mire számítasz? Egy teljesen más jellegű ellenfél lesz, mint az Odense. Mégis kőkemény összecsapás. Fontos is számunkra, hiszen egyrészt a veretlenség miatt, másrészt pedig a csoport elsőségért való küzdelemben nagyon fontos lesz a mérkőzés. Mire számít a szombaton? Nagyon kemény meccs lesz, szerintem nem okozok meglepetést, hogy ezt mondom. Az elmúlt mérkőzés, sőt, ha tavaly szezonra gondolok, a Preston mindig nagyon kiélezett volt. Egy nagyon jó kézilabdát játszó és rendkívül gyors csapatról van szó. Hál' Istennek van még 2 napunk felkészülni rá. A legjobbat szeretnénk nyújtani, és mindenképp meg szeretnénk őrizni a veretlenségünket. Azért az idegenbeli mérkőzésre egy nagy mentés volt, hiszen döntetlen lett az a találkozó Brestben. Van egy kis visszavágás, hogy hazai pályán megmutatjuk, hogy igenis képesek vagyunk mi győzni? Így van, annak az egy pontnak, amit onnan elhoztunk Franciaországból, úgy gondolom, hogy mi örülhettünk igazán, hiszen mi voltunk azok, akik a hátrányt le kellett dolgozzák, de itthon, hazai pályán szerintem maga biztosan meg kell tartanunk ezt a 2 pontot, ami óriási lendületet adhat nekünk a továbbiakban is.